Magyarország is tárgyal koronavírus elleni oltóanyag beszerzéséről, ezt a hvg.hu tudta meg az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Közben egyre több ország számol be komoly eredményekről a vakcina előállítás terén. Miközben egyre közelebb kerül a világ a koronavírus elleni védőoltáshoz, egyre nagyobb verseny folyik a vakcináért. A hvg.hu információja szerint több külföldi kormányhoz hasonlóan Magyarország is megkezdte a tárgyalásokat az oltóanyag beszerzésére több megbízható partnerrel is. Azt nem lehet tudni, hány adag vakcináról van szó, azt viszont igen, hogy az egyes országok eddig 10, sőt 100 millió darabos tételekre kötöttek előszerződést. 160 helyen kezdtek a világon vakcinát kidolgozni. Falus András immunológus érthetőnek tartja a versenyt, nem csak az egyes országok, hanem a kutatócsoportok között is, mert az eredmény üzlet és dicsőség is egyben. Az engedélyező hatóságokra azonban nagy felelősség hárul. Falus szerint a megkérdőjelezhető gyakorlatra már volt példa. Az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerhatósága az FDA részéről. Ez engedett olyan dolgokat, olyan gyorsításokat ennek a kipróbásába, amiért egy amerikai barátom írja, egy éve még börtön járt volna. Falus András szerint úgy tűnik, hogy a koronavírus hatása az egész világon hasonló, vagyis nincs különbség az egyes etnikumok között. Én a nagy vizsgálatokban, a nagy kapacitású, anyagi, tudományos háttérrel rendelkező globális, multinacionális megközelítésbe hiszek. A koronavírus kevesebbet mutálódik, mint például a AIDS vírus, ami ez tény, ez nem kérdés, ez tény. A HIV vírus elleni kutatásban résztvevő Lisiewicz Juliannának azonban gyorsabban mutálódó vírusokkal is volt dolga. És látta, hogyan képes egy vírusvariáns még súlyosabb betegséget okozni, például dengiláz ellen beoltott emberekben. Bevakcináltak egy csomó brazil embert, és néhány ember elment Japánba, azt hiszem, ahol másfajta dengi vírus kering, és azok nagyon betegek lettek. Erről a problémáról beszélek. Oroszországban októbertől már tömeges védőoltást ígértek. Az Egészségügyi Világszervezet azonban aggályosnak tartja az orosz vakcinát. Angliában már több mint 1000 olyan ember kapott vírus elleni védőoltást, akiknek a szervezete elkezdte az antitestek termelését.